Sziasztok! Engedjétek meg, hogy meghívjalak benneteket a 15. Infotér konferenciára. A 0. napon, immáron 3. alkalommal a Space and Defense kerül megrendezésre, ahol találkozhattok a hazai, illetve külföldi kockázati tőke befektetőkkel, valamint olyan technológiai szállítókkal, akik bemutatják nektek az ipar újdonságait. Az első, illetve második napon a hagyományos témák kerülnek terítékre, így például foglalkozni fogunk a mesterséges intelligenciával, foglalkozni fogunk a kiberbiztonsággal, a kibervédelemmel, de olyan területeket is érinteni fogunk, ami egy kicsit talán távol állhat első látásra vagy ránézésre az Infotér programjától, mint például a körforgásos gazdaság vagy vízgazdálkodás. De nem csak az első és második napon, hanem a 0. napon is számtalan újdonsággal fogtok találkozni, így például idén első alkalommal lehetősége lesz a hazai startup, illetve scale-up vállalkozásoknak különböző hazai, illetve külföldi kockázati tőke befektetőkkel, illetve első vonalas beszállítókkal személyesen találkozni, illetve beszélgetni egy pályázat mentén. Napközben ezentúl még beszélgetni fogunk az innovációról, exportképesség fejlesztésről, illetve földmegfigyelésről, a honvédelem hadipar területén pedig az XR-ról, illetve a mesterséges intelligenciáról. Este pedig a tavalyihoz hasonlóan találkozhattok a hazai űrhajós jelöltekkel a Hunor program keretében, illetve egy kis meglepetésként külföldi űrhajós jelölteket is meg fogunk szólítani. Nagyon remélem, hogy október 15-e, illetve 17-e között személyesen is találkozhatunk az Infotér rendezvényén. Sziasztok!